Németországból jöttem egy keresztény ifjúsági szervezet tagjaként. Jó kapcsolatot ápolunk a kárpátaljai Krisszel, minden évben egy alkalommal meg is látogatjuk őket. 25 évvel ezelőtt kezdtük el a kapcsolatot kiépíteni, majd 3-4 éve ismét felújítottuk azt. Most 12 fiatallal érkeztünk kárpátaljára, akik nagyon nyitottak és szeretnének új kapcsolatot kiépíteni, ismerkedni, a keresztény hitünket megosztani és erősíteni azt. A Német Ifjúsági Szövetség Krisztusért a gyermek és az ifjúsági munka elkötelezettje. A szövetség munkatársainak fontos egy-egy ilyen látogatás, hiszen megismerik, hogy miképpen élik meg a hitüket az emberek. Valamint igyekeznek segítséget nyújtani ott, ahova ellátogatnak. Pontosabban fontos számunkra az, hogy ne csak beszéljünk a kereszténységről, hanem meg is éljük azt. Elsősorban szeretnénk betekinteni a kárpátaljai emberek életébe, szeretnénk összehasonlítani az otthoni körülményekkel, másodszorban megismerkedni kárpátaljával és a környékkel. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy miképpen élik meg itt a hitüket az emberek. Itt létünk során helyi intézményekkel is megismerkedünk, például óvodákkal és egy gyermekotthonnal is. A pihenésre is szánunk majd időt, hiszen többen közülünk most szabadságukat töltik, ezért egyik napunk a kikapcsolódásé lesz. A jövőben szeretnénk megtartani ezt a jó kapcsolatot, és megmutatni azt, hogy nálunk Németországban sem minden egyszerű és tökéletes. De fontos számunkra az, hogy boldog keresztény emberekkel találkozzunk, és ott segítsünk, ahol tudunk. Én már harmadik alkalommal vagyok itt, és mindig nagyon izgalmas, mert több érdekes dolog is történik velünk. Nagyon tetszik Kárpátalja, szép helyen élnek itt az emberek. Nagyon vendégszeretőek, és mindent megtesznek azért, hogy jól érezzük itt magunkat. Und das gefällt mir wirklich sehr gut.